Pécs a kulturális sokszínűségéről ismert. A PTS számos karán tanulnak külföldi hallgatók, akik a mindennapi életünk részei. Több program során megmutathattak már kultúrájuk sokszínűségét. Azonban az 50 étel a nagyvilágból című receptkönyv más. A könyvön keresztül külföldi diákok családi asztalaihoz ülhetünk le, és itt tapasztalhatjuk meg az ő gasztronómiájukat. Erről a projektről kérdezem Berta Anikó ötletgazdát, Kalmár Lajos fotóst és a recepteket megvalósító séfet, Lokodi Ákost. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Anikó, te amikor a könyv készült, akkor az angol-német hallgatói önkormányzat irodavezetője voltál, és azt bizonyosan állíthatom, hogy a külföldi diákok édesanyjának helytartója itt Pécsen. Évente megrendezésre került a nemzetközi est, aminek te voltál a főszervezője, és hát ez azért egy remek főpróba volt a szakácskönyvnek, hiszen itt is minden évben a diákok bemutatták a saját kultúrájuknak a gasztronómiai élményeit. Honnan jött az az ötlet, hogy ezt egy ilyen gasztrokörút formájában csokorba szedjétek? A lényegre pont rátapintott el, hiszen a nemzetközi est adta nekem azt az ötletet, hogy érdemes lenne az ételeket, a recepteket bemutatni a nagyközönség felé. És ez úgy jött, hogy egyszer sem tudtam ételt kóstolni a nemzetközi esten szervezőként, illetve az egész csapat, hiszen 10 voltunk szervezők, az önkormányzat hallgatói és én. És amikor végeztek az angolok, eljött az orvosavatás napja, akkor ahelyett, hogy én adtam volna ajándékot nekik, én tőlük kaptam meg az összes, az itt töltött 6 évük alatt megfőzött angol ételek receptjeit. És én kaptam a hallgatóktól angol receptgyűjteményt, van spanyol receptgyűjteményem, van norvég, van távol-keleti, és azt gondoltam, hogy én ezt olyan nagy becsben tartom, és amikor vendégek jönnek hozzánk, akkor én olyan nagy szeretettel mutatom ezt meg a barátainknak, hogy miért nem csinálunk valami hasonlót, nem az én saját ajándékreceptjeimből, hanem intézünk egy felhívást minden Pécset tanuló külföldi hallgató felé, és nézzük meg, hogy van erre igény. Na most mielőtt mi ezt az e-mailt kiküldtük, illetve a Nemzetközi Esítési és Kapcsolati Igazgatóság munkatársai küldték ki a felhívást, azelőtt én beszéltem az AOK dékánjával, és azt kérdeztem tőle, hogy hogy legyen. Csináljuk ezt meg AOK-s projektben, vagy pedig egy összegyetemi, nagy volumenű projekt legyen belőle. És akkor azt a választ kaptuk, hogy ezt csináljuk meg most így nagyban. És azt gondolom, hogy ez így mindhármunknak egy olyan óriási szerelemprojekt volt, hogy ezt a mai napig mi nagyon szeretjük, és hát reméljük, hogy majd lesz folytatása. Azt mondtad, hogy kiment egy e-mail, tehát az azt jelenti, hogy ti kerestétek meg a hallgatókat, és ők jelentkezhettek erre? Így van, e-mail ment ki, weboldalon hírt tettünk közzé, és volt egy október közepéig tartó jelentkezési hullám, és ömlöttek be az e-mailek. Létrejött egy kicsi szerkesztői bizottság, kiválogattuk a recepteket, és azon is gondolkodtunk, hogy jó lenne egy vendéglátó magyar recepttel kezdeni a könyvet, és egyetlen egy magyar hallgatótól kaptunk recepteket, beküldte a mákos gubát és a vadast, és akkor a vadas lett kiválasztva. És mi alapján döntöttétek el azt, hogy melyik receptek kerüljenek be, melyik diákok segítségével? Próbáltuk lefedni az 5 kontinenst. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez 2 éve, ugye akkor készült a könyv, több mint 80 országból voltak hallgatók az egyetemen, most nem tudom a pontos számot. Viszont nem szerettünk volna sztereotípiák mentén dolgozni. Tehát így nem választottuk be a bajor konyhát a mostani könyvbe, az első könyvünkbe, vagy amire azt gondolták volna, hogy na biztos, hogy ez lesz, japán, akkor sushi. Igen, sushi van a könyvben, de nem a klasszikus, hanem egy sushi torta, amit csak nagyon-nagyon különleges alkalmakkor készítenek, jellemzően a nagymamák Japánban. Ákos, te voltál az a séf, aki a diákokkal karöltve megvalósította ezeket a recepteket. Mi volt az, ami a legnagyobb fejtörést okozta? Hát a timing, ugyanis a konyha, ahol ezt megvalósítottuk, adott időre állt a rendelkezésünkre, és ugye ez 40... hány ország is volt? 46 ország, igen, 46 országnak kellett összehangolni 7 nap alatt úgy az ételeinek a lefőzését, hogy ebbe benne kellett lennie az előzetes alapanyagfotózásnak, az aznapi
X számú főzésnek és a készételeknek a lefotózására, plusz még a riportfotózásnak is. Tehát ugye egy nap úgy állt össze, hogy először volt az adott ételnek az alapanyagainak a fotózása, utána volt egy riportfotózása arról, aki ezt a receptet hozta, majd elkészítettük az ételt, ott volt bent a konyhai verfotózás, majd a készételnek lett a fotózása. Ugye hogyha ez nincs pontosan időre összekoordinálva, akkor szétfolyik az egész. Ráadásul ugye nem, a timingban az volt a nehézség igazából, hogy ezeket a recepteket ugye nem ismertük. Tehát nem tudtuk azt, hogy az, amit ők leírnak, az a technológia, milyen technológiával készül, otthon mit használtak, mert ugye nagyon fontos szempont volt az, hogy olyan recepteket adjanak be, amelyek mindennapi használatban vannak, és jellemzi az adott országot. Tehát nem tudtuk azt, hogy ők milyen technológiával csinálják, tehát, és angol nyelven állt rendelkezésre ugye első körbe az összes receptúra. Ebből kellett kikövetkeztetni azt, hogy nagyjából mennyire tudjuk ezt megcsinálni. És ugye volt már olyan recept, amivel napokkal előtte el kellett kezdeni. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly munka volt ilyen szempontból. Egy kis közbevetés, tehát maga a könyv az úgy néz ki, hogy itt van, aki beadja, itt vannak a hozzávalók, itt van a készétel, és itt vannak azok a riportfotók, vagy azok a folyamatfotók, ha tetszik, amiken látszik azt, hogy mi történik. És ez a felépítése minden egyes receptnél a könyvnek. Mert hogy egyébként hoztak könyvet, amit majd meg is mutatunk. Tanultál-e számodra eddig, vagy addig ismeretlen technikákat, találkoztál-e új eszközökkel, vagy alapanyagokkal? Egyáltalán honnan szereztétek be az alapanyagokat? Hát technikákat azt igazából nem. Ami újdonság volt a számomra az, hogy az alapanyagok, illetve a fűszereknek az olyan kombináció, ami egy teljesen más ízvilágot mutatott be. Amit még nagyon sokat tanultam, vagy nagyon meghatározó volt a számomra, az a nyitottság és az a hozzáállás, és az a komolyság, hogy nekik mennyire fontos az, hogy a lehető legjobban meg tudják mutatni azt, hogy ők honnan jöttek. És hogy ez a nyitottság a többiek felé, akik szintén más kultúrákból jöttek, ez szerintem példaértékű, és azt hiszem ez volt az egész projektnek a legfontosabb momentuma, ez a nyitottság és elfogadás. Úgyhogy tényleg egy felemelő volt, igazság szerint, hogyha visszanyílik, egy felemelő történet volt emberileg. A receptek azok ugye receptek, tehát inkább a mögöttes sztorik például az, hogy amikor az indiai kislány csinálta ezt a kis kenyérlángost, és már ott torlódott a következő résztvevő, de még mindig nem sikerült, pedig már tizedszerre próbálta kisütni, és akkor fölhívta a nagymamáját, vagy az édesanyját ott, nem is tudom, hogy hol, India közepéről, és videócseten mondta a mama, hogy de nem így csinálta, nem úgy csinálta, és addig nem volt hajlandó elmenni onnan, amíg tökéletesen nem tudta azt hozni, ami náluk. Tehát, hogy ilyen, ez volt a hozzáállás, de majd a többiek mondanak másik sztorikat is, hogy mikre voltak képesek azért, hogy tényleg a lehető legtöbbet tudják megmutatni önmagukból. És hogy működött ez az együttfőzés? Tehát ők voltak azok, akik elkészítették, hát, együtt csináltátok, te készítetted el? Tulajdonképpen együtt csináltuk, de azért itt egy vezetés mindenképpen szükségetetett, már az előbb említett timing miatt is. Tehát azt nem lehetett, nyilván ők nem nincsenek hozzászokva egy ilyen nagy konyhai vagy profi konyhai főzési rendszerhez. Itt azért mindent elő kellett készíteni úgy, hogy mindenre legyen idő, mert egyszerűen, de együtt főztük meg, persze voltak, én mindig mondtam nekik, hogy vezessenek engem, mert én most itt ilyen pillanatban csak az időbeosztást mondom meg, de ők mutatják meg, hogy ezt hogy kell készíteni. Hát közben volt az egy másik, a párhuzamos cselekvések, ugye? Tehát miközben az egyiket előkészítjük, közben a másikat én pont ki tudom vinni egy portréra, miközben azt ott kegyetlenül sütik, közben ebből meg tudom csinálni azt a csendiletet, ami a hozzávalókhoz kell. Tehát úgy kellett sakkozni ezt az egészet, hogy ez egy időben többféle irányból és többféle módon kellett moderálni, hogy az egésznek a szummája az kiadja azt a 7 napot, ami alig sikerült, de nagy nehezen végül igen. Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, és ez nem úgy kell képzelni, hogy az ember oda megy, és akkor ugye 6-8 órát ott főzöcskézik, hanem ez egy borzasztóan tömény dolog. Nagyon kora reggeltől, nagyon késő estéig, ugye ezt elő kell készíteni, utána meg el kell pakolni, el kell mosogatni, rendet kell csinálni, fel kell készülni a holnapi napra. Ugyanez mondjuk fotóban technikailag egy elég összetett dolog volt, tehát helyből úgy van, hogy
az egyik munkahelyen csinálod a hozzávalókat, a másik munkahelyen bevilágítod a majdani kész ételt, és kell keresni egy harmadik helyszínt, ahol portrézol. Tehát ez helyből három fotóstúdió. Most ezt együtt mozgatni úgy, hogy senki ne verje le senkit, mindenki sorra kerüljön, mindenki jól nézzen ki, még pont gőzölögjön, ez egy elég összetett dolog volt. Te ezért Magyarország egyik legnívósabb fotóművésze vagy. De korábban is csináltál olyan fotósorozatot, amiben ilyen konyhai folyamatokat örökítettél meg? Hát nagyon sokat. Tehát én annak idején a Turizmus Rft-nek az összes gasztronómiai anyagát én csináltam. Akkor most készülünk az Ákossal erre a Baranya Európa gasztronómiai régiója projektet. Tehát ez engem eleve mindig is érdekelt, meg ez egy nagyon-nagyon speciális esztétika. Tehát itt azért... nem arról van szó, hogy lefotózunk egy tárgyat korrektül, itt a dolog az mindig visszafelé működik. Tehát az olvasónak vagy a nézőnek a helyébe kell képzelned magad. Tehát nagyon röviden összefoglalva nekem az a dolgom, hogy ő megkívánja, hogy ő neki összefusson a nyál a szájába, és ráadásul egy csomó más olyan dologra is kell figyelni, például mondjuk könyvszerkesztési dolgokra, amikor az ember kinyit egy könyvet, akkor az a könyv nem vibrálhat, nem ugrálhat, nem lehet az egyik oldalon ilyen, a következő oldalon meg amolyan, hanem visszafelé gondolkodva ki kell fejleszteni egy olyan világítást, ami mindegyikre jó. Most ezt előre megmondani egy borzasztó nehéz dolog, tehát óvatosnak is kellett lenni, bizonyos esetekben merésznek kellett lenni, kellett gondolni arra, hogy a nyomda ezt ki tudja nyomni, tehát nagyon sok olyan szempontot kellett ötvözni, aminek a végeredménye lett ez a könyv aztán. És ti, aki ezekben a folyamatokban ott voltatok, megkóstoltátok az ételeket, láttátok őket, úgy érzitek, hogy sikerült, illetve főleg te, Lajos, úgy érzed, hogy sikerült visszaadni ezeket a folyamatokat, ha kívülálló szemével nézel rá a könyvre? Hát ez mindenképpen sikerült, hogy milyen áron, az egy másik kérdés, tehát nekem az egyik kedvenc történetem az, amikor az emberekkel beszélgetsz arról, hogy ez milyen nagyszerű. Tehát mindenki azt gondolta, hogy mi oda megyünk, ott kicsit ologatjuk az állványokat, néha villan a vakú, és közben pedig degeszre esszük magunkat. Na most ez egyáltalán nem így volt. Hát először is annyi illat, annyi fűszer, annyi ember, annyi ruha, annyi parfüm, hogy én a harmadik nap után imádkoztam egy vajas kenyérért. Kimentem a rámpára, átmentem a Slivenbe, vettem magamnak kiflit, meg vajat. Egyszerűen olyan töménységben volt jelen a világ, gasztronómiai és illat és szag és minden kultúrája, hogy ez lényegében egy normál hétköznaphoz képest egy ilyen nagyon vivid, nagyon erős, szinte már erőszakos dolog volt, amit sok esetben nem élvezett volt végigcsinálni, hanem nagyon sok esetben azon imádkoztunk, hogy kibírjuk. Tehát amikor megjelenik egy közel-keleti szakember, erősen beparfümözve a barátnővel, és hoznak olyan fűszereket, amiket mi azért nagyon ritkán használunk, vagy egyáltalán nem, ezek elkezdenek keveredni azzal, amit hoz éppen egy orosz, utána egy svéd, aki egyébként pakisztáni, emellett megjelenik egy afgán politológus hallgató, aki beszélget egy egyiptomival. Tehát ez egy olyan summázatot tud eredményezni, amire az ember kapkodja a fejét. Aztán nyilván megoldottuk ezeket a dolgokat, de az erről alkotott távoli elképzelés az meg se közelíti a valóságot. És hát Anikó, bocsánat, és hát Anikónak az kifejezetten egy komoly kihívás volt az, hogy úgy összeszervezni a diákokat, ugye, mert közben azt hiszem, hogy vizsgai időszak volt, vagy nem is tudom, nem volt? Már nem volt, hanem hogy jönnek haza, pont szünet volt, igen. Hogy jönnek haza, hogy ráérnek-e, hogy biztos, hogy ráérnek, mert hogy ők azért nem egy ilyen püntlik népség, és hát ez voltak ilyen csúszások, hogy akkor már be volt írva, de nem, akkor borult az egész, akkor átszervezni, tehát ami egy ilyennel jár. De... a legszebbet, a spanyol lányt. Meg volt adva, igen, hogy melyik nap, 9 óra a Spanyolország, és akkor jön a gazpacho. Ákos előkészült, és nem, nincs sehol a lány, őrületes csúszás lesz, valamit csináljak, ugye? Csináljak valamit. És akkor én próbáltam, telefon semmi, és akkor a barátaira írtam rá, hogy szedjétek nekem elől a föld alól is, vagy ha ő nem jön, akkor jöjjön valaki, tehát 12-en itt vagytok spanyolok, valaki jön, és gazpacsot főzünk. És akkor pizsamában szaladt a spanyol lány, csípás szemmel, de milyen gyönyörű zöld szemekkel. Igen, egyébként. ne haragudj, reggel 9-kor, azt nem mondtad, hogy reggel, senki se főz reggel 9-kor. És ez is egy ilyen kulturális különbség, amit mi nagyon szeretünk megtapasztalni, megélni, megismerni, hogy 11 előtt föl se kell, nem ám, hogy 9-kor főzünk. Vagy, ahogy Ákos mondta, mi január utolsó hetére tettük a főzések időpontját, a forgatást, pont azért, mert tudtuk, hogy
aki levizsgázik, az azonnal hazamegy. Ugye 2 éve még lehetett utazni, és mindenki tényleg még Mexikóba is hazament. És az volt a nagy mázli, hogy az egész család tudta, hogy a gyerek jelentkezett egy ilyen egyetemi projektre. És a mexikói lány a reptérről jött a tankonyhára, és amikor Ákos kibontotta a becsomagolt mexikói tortillát, jeges volt még a közepe. Tehát még ideje se volt felolvadni, vagy a norvég srác, aki szintén hazament, hogy tudjon 2 hetet síelni, hozta a norvég báránycombot hátizsákban. És a másik, ami a fotózáshoz, a Lajos kérte, hogy hozzatok nekünk autentikus tálalási eszközöket, terítőket, tányérokat. Így érkezett meg Amir Iránból, és ő a legszebb, újonnan vásárolt terítőt hozta például. Az én kameratáskámon a mai napig rajta van az a nagyon pici rumbatök, amit a mexikói lánytól kaptam. Tehát ők hoztak mindenféléket, tehát terítőt, tálat, tányért, eszájgot, szalvétát, norvég zászlót, minden volt. Ugye például ügyelni kellett arra, hogy hogyan lehet kivételezni, ugye? Akkor a norvégok kajája az egy aránylag egyszerű, az egyik. Az egy aránylag egyszerű kaja volt, de akkor díszítsük fel norvég zászlót. Igen, de ha ezt megtesszük, akkor az összes többi nemzet is ezt fogja akarni. Akkor a libanoni lány az kirakta a libanoni zászlóba levő cédrust ebből a salátából. Akkor hogyan tudjuk megcsinálni, hogy van is, nincs is, nem sértjük meg a többieket. Az elég viccesen nézett volna, hogy mindenki a saját zászlójába csomagolja a rántott húst, ugye? Tehát, hogy most nyilván eltúloztam. De egyszerűen volt ennek egy ilyen politikai oldala is, vagy egy ilyen nem is tudom, hogy meg se bántsuk, de mégis igaza legyen. Tehát nagyon sok dolgot kellett koordinálni. És akkor volt még egy dolog, ami szintén ilyen, amit az előbb említettem, hogy mindenki azt gondolta, hogy mi degesszek ajátuk magunkat. Nem, azért nem, mert ők presztízsnek érezték azt, hogy a legjobb barátaikat meghívják ezekre a kajákra. Tehát mire én odaértem volna, hogy a nem tudom milyen afgán kajából legyek, addigra ott volt további 6 afgán, 2 egyiptomi, 8 nem tudom mi kicsoda, és mire odaértem, nem volt. Hát egész egyszerűen ezek jöttek, odahívták a haverokat, és megették. Tehát Anikó tulajdonképpen szervezett egy ilyen főzést, hogy végre meg tudja kóstolni azt, amit éveken keresztül a nemzetközi esten nem sikerült, és most sem. De legalább most már el tudja készíteni, mert van hozzá egy szakácskönyv, ami azért nem csak egy szakácskönyv, ez ennél sokkal több. Mi a könyvnek az utóélete? Illetve van-e arra esély, hogy lesz második? Mi beterveztük már, terben volt, kiment a felhívás is 19 őszén a hallgatókhoz, ugyanúgy, mint első alkalommal 18 őszén. Csak aztán közbeszólt a Covid, és minden megváltozott. Azt gondolom, hogy amint lehet, biztos, hogy újra gondolja az egyetem, hogy belevágunk-e még egyszer, hiszen a tortának ez az egyik szelete most. Ez most az első 50 étel, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ételt be tudnánk még mutatni. És az, hogy a könyv címe miért pont ez lett, 2 kínai étel szerepel a könyvben. Az egyiknek az a neve, hogy 3 Delicacies on Earth, ami igazából burgonya, padlizsán és paprika, és akkor nézegettük a recepteket, és akkor hát, hogyha 3 finomság, akkor legyen ez 50 finomság. És még az időzítésre visszatérve csak egy mondat erejéig, a kínai új év napján sikerült nekünk a kínai ételt elkészíteni. Ez egy tök véletlen egybeesés volt, de olyan visszhangja volt, és akkora boldogság volt a kínai hallgatóknak, hogy nagyon örültünk neki. Az utóélet pedig az, hogy nem számoltunk egy tényezővel, amikor dolgoztunk a könyvön, hogy itt egy nagyon-nagyon jó közösség született. Ismeretlen emberek jöttek össze, persze voltak ismerte már egymást, és hozta a legjobb barátot, hogy gyere, főzök, kóstold meg, de amikor mondjuk Dél-Korea után következett Svédország, és utánuk Irán, és mondjuk különböző karokon tanulnak ezek a fiatalok, és ott találkoztak először, az nekünk nagyon jó volt, hogy láthattuk, hogy itt barátságok köttetnek. És ezek a mai napig megvannak. Mai napig odafigyelünk egymásra így, tehát az látszik a közösségi oldalakon is, hogy azért így egy pár, hát nem is egy páran, de legalább 10-15-en, így azért nyomon követjük egymást. Én is őket, ők is engem, mindjárt. Tehát kovácsolt egy olyan kis közösség, ami nem csak erre a projektre
alakult, úgy érzem. Egy új projekt. És még valami, ugye, tehát azt ne felejtsük el elmondani, hogy az az 1500 példány, az pillanatok alatt elfogyott, és ez már a második nyomás. Tehát 3000 példány képeskönyvben Magyarországon, ez egy nagyon komoly teljesítmény, én ezekkel foglalkozom, tehát tudom. És aztán vannak még olyan járulékos további dolgok, mint például ebből született meg mondjuk az a kiállítás, ami jelen pillanatban is fönn van az AOK aulájában, az a Versatility of the Human Beauty, az emberi szépség változatossága, ahol az a Salman Abbasi nevű politológus hallgató főzte az egyik kaját, aki aztán majd ennek a kiállításnak az első modellje lett. Ugye ez 40-valahány embernek a portréja, amiket elég nagy méretben lehet most megnézni. Ez a projekt, ez innen indult, tehát hogyha nekünk vannak ilyen szépségű embereink, ugye? Hát amikor mondjuk ez az egyetem promotálni szeretné magát, akkor elmondja, hogy milyen képzést ad, hol, milyen környezetben, milyen áron. Ezek világosan átlátható dolgok. Na de az, hogy én életem legszebb 6 évét, hol töltöm el, milyen környezetben, mit teszek, és milyen emberek vesznek körül, ami a legfontosabb, ugye? És ezt én meg tudom mutatni. Egy szakácskönyvben, egy kiállításon, egy honlapon, a Facebookon, a mindegy, hogy hol, az egy nagyon-nagyon komoly inspiráció. Ja, hogy itt ilyen emberek vannak, ja, hogy ezek ilyen jó fejek, ja, hogy ezek ilyen jó képű csávok és ilyen szép csajok, hogy ezek szeretik egymást, ja, hogy itt béke van, hát akkor? Ez egy nagyon nagy dolog. Tehát ez egy olyan semmilyen más módon nem mérhető promóció, amit a világon nincs az a marketing osztály, ami überelni tudna. Ha valaki magához veszi ezt a könyvet, akkor mennyire fogja tudni otthon elkészíteni ezeket az ételeket? Az első olyan szempont, amit fontosnak tartottunk, hogy olyan képi anyag készüljön, ami nem veszi el az elkészítő kedvét attól, hogy ezt megcsinálja, tehát nincsen benne semmiféle flick-flack, nem mentünk el a fine dining irányába, hanem egy kellemes, incsiklandó képi világot alkottunk. Mivel hétköznap is gyakran megfőzik ezeket az ételeket, ezért nem nehéz őket elkészíteni. Ami nehézséget adja, az maximum az összetevőknek a beszerzése, de már számtalan olyan üzlet található itt Pécsett is, ahol ezek az alapanyagok beszerezhetőek. Ha jól tudom, akkor a projektben nem csak diákok vettek részt, hanem nagykövetségekről is érkeztek receptek, sőt, volt, aki veletek is főzött. Meséljetek erről egy kicsit. A Nemzetközi Es napján reggel mi korán kezdtünk, és 4 nagykövet volt a vendégünk, hiszen a nagykövetségektől is érkezett szép száma a recept, és ez egy véletlen egybeesés volt, hogy például az almáspitét az amerikai hallgató is beküldte, illetve a nagykövetség is. Vagy a skót desszertet megkaptuk a nagykövetségtől, nagykövet úr feleségétől, a családi receptet, illetve a hallgatótól is. És a nagykövetes főzések is nagyon jó hangulatban teltek. Az volt az egyetlen nehézsége, hogy nagyon szorított minket az idő. Tehát egy délelőtt alatt kellett 4 forgatásnak megtörténnie, 4 étel készült el, videófelvétel készült, és én egyik lábammal még ott voltam a forgatáson, a másikkal megkint voltam a Nemzetközi Est helyszínén, az Expóban. Hát a könyv gyakorlatilag januártól márciusig készült, tehát igen, nagyon rövid idő alatt sikerült ezt megvalósítanatok. Gondolom ez egy iszonyatos tempó volt, ahogy itt korábban is beszéltetek a timingról, és akkor még nem is beszéltünk az utómunkálatokról, de ez szerintem az a legcsodálatosabb benne, hogy én úgy érzem, hogy külföldi diákok családi asztalaihoz ülhetünk le a könyvön keresztül, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt nektek.